Is tartolt el tavaly augusztus 20-án az egriek felajánlásait jelképező 2000 darab gumikacsa az Eger patak vizén. Az Egri Rotary Klub adománygyűjtő rendezvényének köszönhetően az Epreskert úti óvoda gazdagodott egy sószobával, amelyet már novemberben birtokba vehetett az intézmény több mint 200 óvodása. A szervezet idén is hasonló céllal hirdeti meg a patakparti kacsapartit, ezúttal azonban a Kertész úti óvoda támogatásáért állnak rajthoz a gumikacsák. Szerettük volna itt is megcélozni azt, hogy ebben az évben próbáljunk meg, hát nem sószobát, mert az azért nagyon nagy összeg, hanem sófalat kialakítani valahol, amit a gyerekek tudnak használni. Sajnos az alapítványi bálunk, amit erre rendeztünk volna, elmaradt a vírushelyzet miatt, és ezért volt különösen nagy öröm számunkra, amikor a Rotary Klub Eger elnök úr megkeresett, hogy ők támogatnának bennünket és segítenének ennek a sószobának a kialakításában. A patakparti kacsapartit idén is augusztus 20-án rendezik meg a Gárdonyi téren, ahol különböző fellépők is szórakoztatják majd az odaérkezőket. 10 órakor kezdünk, az óvodások fognak először föllépni, és bemutatkozni egy rövid műsorral, majd mazsolett, ugrókötelesek következnek, népi táncot is tervezünk. Ezek a fellépők mind támogatásként vesznek részt ezen a műsoron. Közben ugye folyik ott is a kacsajegyeknek a gazdára találása, vagy gazdát keresünk ezekre a kacsajegyekre, adománygyűjtünk, és 14 órakor történik maga az Eger patakon a kacsák húztatása. A jó ügyet támogatni ezúttal is a kacsák úgynevezett örökbefogadásával lehet. Ezt azonban nem csak augusztus 20-án a helyszínen, hanem a város több pontján, a bevásárlóközpontban és a Kertész úti óvodában is megtehetik az adakozni vágyók.